Látványos bevonulással kezdődött a Győri Lovas Nemzetőrök napja, amelynek ezúttal is a Veres Péter iskola adott otthont. Zengtek a katonadalok a lovaspályán, ahová Révkomáromból, Őrbottyámból, Fonyódról, Pápáról és Szombathelyről is érkeztek résztvevők, de nem hiányozhattak a sorból a vendéglátók sem. A megnyitón elhangzott, minden országnak az egészséges önvédelme határozza meg, hogy hol van a helye a világban. A huszár szó a világ valamennyi nyelvén ebben a hangalakban, ha elhangzik, nem kell lefordítani. Mindenki tudni fogja, hogy egy olyan könnyűlovas katonáról van szó, amellyel egy fegyvernemmel, egy a fejlődése csúcsára jutott nép megajándékozza az őt befogadó Európát. Teljes pompájukban vonultak fel a huszárok, a néző úgy érezhette, egy olyan világba csöppent, amelyről eddig csak a történelemkönyvekben olvasott. Dr. Dézsi Csaba András polgármester kiemelte, hazánk Európa közepén átvonuló zónának számított, amelyet mindig meg kellett védenünk. A németek, az oroszok rendszerváltás után a globalisták, mindig valaki ellen küzdenünk kellett, mindig meg kellett védenünk a hazát, és megállapíthatjuk a mai aktuális helyzet alapján, hogy csak magunkra számíthatunk. Kara Ákos a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a hagyományőrzőknek nagy szerepük van abban, hogy a hazaszeretet továbbra is az egyik legfontosabb érték maradjon. Mindannyiunk számára szent és nagyon fontos szó, talán a legfontosabb szó az életünkben a hazaszeretet, a hazáról való gondoskodás és azoknak a hagyományoknak a megőrzése, amelyek a haza és a magyarság megmaradását segítették hosszú-hosszú esztendőkön, ezer éven át. A program látványos lovagi tornával folytatódott, amelynek történetét kolléganőnk Sarek Zsuzsa tolmácsolta a nézőknek. Nemesi urak, hölgyek, rikkedélyi aprólnétek, s mindez, akik messzi földekről ide eljövétek. E neves napon, melyet állítanánk időnek kerekét azonnal visszára, valami csodálatos dolog történik, nem sokára. Az időutazás a honfoglalástól egészen a II. Világháborúig tartott a Lovas Nemzetőrök napján, amelyet idén már 8. alkalommal rendeztek meg Győrben.